Köszöntöm a Bicskei Televízió nézőit, Önök Bicskei Galéria című hírmagazinunkat látják. Mai adásunkban megemlékezünk nemzeti gyásznapunkról, november 4-éről. Bemutatjuk a bicskei horgásztavat, foglalkozunk a gombászással, de a Bicske Tigers szurkolói csoport emlékezetes történeteit is felidézzük. Tartsanak velünk! November 4-e a nemzeti gyásznapja hazánkban. 1956. október 23-ától fegyveres szabadságharc bontakozott ki a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Ekkor hangzott el Nagy Imre híres rádióbeszéde, amelyben az ország és a világ közvéleményét tájékoztatta a hadüzenet nélküli fegyveres beavatkozásról. A szovjet túlerő több napos utcai harc során tudta felszámolni az ellenállást. Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét. Erről természetesen városunkban is megemlékeztek. Bicskeváros önkormányzata november 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezést az emlékezés virágánál. 1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, amelynek célja a forradalom leverése volt. Budapesten és az ország számos pontján fegyveres harcok kezdődtek a szovjet túlerővel szemben. A világ tétlenül figyelte, hogy a szuperhatalom páncélosai megszállják Magyarországot és halomra gyilkolják polgárait. A gyásznapon, az 1956-os események során és az azt követő időszakban elhunyt forradalmárokra és hősökre emlékeztek. A rendezvényen dr. Lovasné Báder Katalin képviselőasszony mondott ünnepi beszédet, majd a megjelentek a mártírok emlékére mécseseket gyújtottak. Egy héttel később, november 4-e után a szovjet hadsereg brutális támadást indított hazánk ellen. Napok alatt minden remény szerte foszlott. A szovjet hadművelet, amely Budapest közterei és családok tízezreinek otthonát rómaállazzá változtatta, és szabadságharcunkat vérbe folytotta, a forgószél nevet kapta. Ez a forgószél letörölte Budapestet, megvédítette a Magyarországot. Ennögött a forgószél mögött nem tomboló természet, hanem kegyetlen emberek álltak. A szovjet csapatok bevonulását követően a főváros és az ország több pontján még napokig tartották magukat az ellenállók, természetesen a hadsereg lefegyverzése nem jelentette azt, hogy Magyarország népe belenyugodott a megszállásba. Az október 23-a után hívott fegyveres harc felkelői november 4-én visszatérték az utcákra, és megpróbálták a lehetetlen, bátran szembeszálltak a több ezerszeres túlerővel. Az invázióval egyetért egy időben megkezdődött a reménytelen szabadságharc rövid időszaka, mely során forradalmárok több napon át megtartották állásaikat a modern haditechnikát bevetni szovjetek ellen. November 11-én aztán a küzdelem szimbólumosan is véget ért, ugyanis ezen a napon Nagy Imré felmentett pozíciójából. November 4-e után egy nép álmai a függetlenségről, az önrendelkezésről, a túlkorban voltak. A leplezetlen diktatúra több évtizedre visszatért Magyarországra. Sokan a harcokban estek el, közel 200 000 külföldre menekültek, tízezek szenvedtek börtönben, százakat akasztottak fel, fiatal életek sokaságát oldották ki. Albert Camus egy évvel a magyar forradalom után a Magyarok Vére című kiáltványában a következőket írta. A legázolt, bilincbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elmúlnia, és ez a vérfolyam már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában folytattak, ami csak úgy maradhatott hírek Magyarországon, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetesen igazoljuk a gyilkosokat. A magyar munkások és az értelmiségiek nyomorúságok, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelni, a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen egy nap alatt visszaadtak nekik. Tisztelt emlékezni! Az
Szentelkedés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történelem ilyen. Örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára. Ahogy Tamás Áron írja 1956-ról, a kehely, amelyben a magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, világot arra intít, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága felett. Tisztelegjük és hajtjuk fejtegyük a nősöket. Az emlékezés virágánál történt tiszteletadást követően többen felkeresték Kutrik József, Vértes Vilmos és Weihinger László sírhelyét, ahol koszorúkat helyeztek el. Gombát szedni jó. Ha szeretünk kirándulni, és szeretünk jókat enni, előbb-utóbb eszünkbe fog jutni, milyen jó móka lenne a kirándulás végeztével saját szedésű gombából főzni a vacsorát. A gombagyűjtés ugyanakkor elővigyázatosságot, tudást és előkészületeket igénylő foglalatosság, és nem mindenki olyan szerencsés, hogy gombász családba születik. Sokan gondolják, hogy a gombaszedés szezonja ősszel van, ám nem csak ebben az évszakban járhatjuk az erdőt, a finom zöldségét, már tavasszal is találhatunk ízletes kalapost, sőt akár nyáron és télen is. Van néhány szabály, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A gombák országa az élővilág külön csoportja. Legnagyobb részük az elhalt, szerves anyagot hasznosítja. Jelentőségük óriási, hiszen ha a gombák nem bontanák le a felhalmozódó elhalt szerves anyagokat, a növényvilág nem jutna felvehető ásványi anyagokhoz, nem keletkezne humusz. A gombák mellett még a baktériumok végzik ezt a nélkülözhetetlen feladatot. Kevesen tudják, de egyes gombák ritkák, mások pedig éppen ezért, szám szerint 58 faj, védettek. Ezeket a körültekintő gombász mindig termőhelyén hagyja. A köztudatban elterjed nézet, hogy a gombát csak a termőtest alsó részén elvágva szabad felszedni, mert ha kitépjük, sérül a föld alatti termőtest. Ez csak részben igaz, de minden esetre a saját dolgunkat könnyítjük meg azzal, hogy késsel, tiszta vágásfelülettel szedjük a gombát. A gombák tartalmazhatnak az állati szervezetre nézve mérgező vegyületeket, így elfogyasztásuk akár halálos mérgezést is kiválthat. Érdekes, de nem meglepő, hogy a különböző állatfajoknál, így az embernél is más-más gomba okoz mérgezést. Ennek az az oka, hogy a különböző fajok különböző emisztő enzimei egyes vegyületeket le tudnak bontani, másokat pedig nem. Így például az emberre nézve mérgező gyilkos kalóca, a vaddisznóra nézve nem mérgező. A gombák sejtjének falában a rovarvilágból ismerős kitin található, illetve a magas fehérje tartalmuk. Emiatt válik a gomba az ember számára nehezen emészhető táplálékká, nem pedig a köztudatban elterjedt magas tápanyag tartalma miatt. A gombázással kapcsolatban kérdeztük a Nagy Károly Városi Könyvtár munkatársát, Bognár Farkas Gábor biológust. Amit mindenképpen érdemes tudni a gombákról és a gombászásról, az az, hogy a mérgező és ehető gombáknak nincsenek általános mindenfajta gombára jellemző tulajdonságai, bármilyen kinézetű, színű, szagú, ízű gomba lehet ízletes, ehető, ártalmatlan, mérgező, ebben nincsen szisztematikus különbség, éppen ezért csak akkor lehet biztosra menni, hogyha vagy az, aki szedi a gombát, vagy az, akinek utána megmutatjuk, az ténylegesen fölismeri az adott gombafajt, és meg tudja mondani róla, hogy biztonságos-e azt fogyasztani. Vannak különféle, ma már remélhetőleg kevésbé elterjedt népi hiedelmek, praktikák, ilyesmik például, hogy amit állat megrág, az ehető, vagy hogy a mérgező gomba mondjuk megfeketíti az ezüstkanalat, és így tovább. Ezek egytől egyig a babonaság kategóriájába tartoznak, a valósághoz semmi közük nincsen. Jellegzetes példa, hogy a hidegvérű apró élőlények, például rovarok vagy csigák, az emberek számára halálosan mérgező galócát is minden további nélkül fogyasztják. Vannak olyan gombafajták, amik akár egész évben szedhetők, de a legideálisabb időszak a gombaszedésre a tavasz és az ősz. A gomba szereti a nyírkosabb, esősebb időszakot. Ilyenkor ősszel nagyon sok a galóca, amelyek közül egyáltalán nem mindegyik mérgező, sőt vannak köztük rendkívül ízletes fajok is. Például a császárgalóca, amit inkább a ritkasága miatt nem ismernek az emberek, nem pedig azért, mert annyira veszedelmes. Galambgombákkal lehet még ilyenkor találkozni, a vargányák vagy tágabb értelemben a tinórufélék is nagyrészt őszi gombák,
a vargányák közül van egy-kettő, ami inkább nyár elején, nyár végén terem. Kezdetben jó, ha van egy gombához értő szakember, aki segít megismerni, melyik fajt szedjük le, és melyik az, amelyik véletlenül se kerüljön a kosarunkba. Nagy felelőtlenség mindenféle ismeret nélkül leszedni, hazavinni és elkészíteni a gombát. Minden esetben a gombászás után az első dolgunk az legyen, hogy felkeresünk egy gombavizsgálót, aki megállapítja, hogy biztosan ehető példányt találtunk. Általános tanács még gombaszedéssel, gombafogyasztással kapcsolatban. Nyilván nagyon sok ember, aki gombászik és félig meddig ért a gombákhoz, azt szedi le, amit biztosan felismer. Ebből is kiindulva egy ilyen megszívlelendő tanács az, hogy ha egy csekély kétségünk is van, hogy az a gomba ehető, nem ehető, akkor vagy mutassuk meg valakinek, miután leszedtük, és ne vállaljunk kockázatot, vagy pedig dobjuk el, inkább még mindig kisebb baj, hogyha elvész az a néhány gomba. Fontos az is, hogy ha gombaszakértőhöz visszük a zsákmányt, akkor soha nem szabad csak egy-két darabot mutatni neki, az egymás mellett növő, látszólag hasonlóan kinéző gombák is lehetnek különbözők, minden darabot meg kell nézni külön-külön, mert soha nem lehet tudni, hogy melyik a kakukktojás. Saját felhasználásra egy szedés alkalmával maximum 2 kg gomba kerülhet a kosárba. Aki ennél több gombát szeretne, vagy kereskedelmi célra szed, annak írásos engedélyt kell kérnie az adott erdészettől. A szabály megszegése pénzbírsággal büntethető. A bicskei könyvtár is segít a gombászásban, hiszen kicsi, zsebben hordható kötetek is segítenek az azonosításban. Részletes, színes képek, leírások alapján többé-kevésbé meg tudjuk találni azokat az ehető fajtákat, amiket aztán esetleg egy ellenőrzés után nyugodtan fogyaszthatunk, legalább nem szedjük össze feleslegesen a többit. És az egyik ilyen könyv például említi a sötét rombita gombát, teljesen veszélytelen ehető fajról van szó, csak éppen nem arra való, hogy az étel tömegét adja, mert olyan erős az íze, hogy egy-kettőt lehet csak beletenni a gombapaprikásba, különben tönkreteszi az egészet. Inkább fűszernek való, mint sem ennivalónak. Végül, de nem utolsó sorban néhány praktikus tanács a gombaszedőknek. Csak épp, egészséges, fiatal gombát érdemes leszedni. Az öreg, kukacos gombák élvezeti és esztétikai értéke alacsony. A gyűjtéshez használjunk jól szellőző vesszőkosarat vagy papírzacskót, de semmiképpen sem légmentesen záró műanyag zacskót. Az egyes fajokat külön zacskóba gyűjtsük, amiben pedig kételkedünk, hagyjuk termőhelyén. A gombát minél előbb lehetőleg pár órán belül dolgozzuk fel, mert magas víz és fehérje tartalma miatt könnyen romlik. Az elkészült gombás ételt lehetőleg frissen fogyasszuk, ne melegítsük újra és ne tároljuk sokáig. Ha mindezek ellenére mégis inkább úgy döntünk, hogy nem magunk szedjük, hanem a piacon vásárolunk a gombát, csak olyan árustól vegyünk, aki a gomba mellé be tudja mutatni a kötelező szakellenőri igazolást. A gyűjtött gombából készült étel fogyasztását követően megbetegedés, vagy annak gyanúja merül fel, azonnal forduljunk orvoshoz. A gyors diagnózist, a hatékony terápiát segíti, a megmaradt gombát, a gombás étel maradékát, vagy akár a gomba tisztítási hulladékát be tudjuk mutatni. Töretlen népszerűségnek örvend a bicskei horgásztó. A partokon igényesen kialakított horgászhelyek találhatóak, a természeti környezet is állandóan karbantartott, rendezett, lehetőség van sátorállítására és bográcsozásra is. A bicskei horgásztó mesterséges horgászvíz. Vízellátásáról a Szent László patak bőhozama gondoskodik. A tógazdaság tulajdonosai és üzemeltetői Ditrói József és fia Ditrói Balázs. Igazi családi vállalkozás az övék. Apa és fia együtt dolgozik, mégpedig kiváló összhangban. Az 5 tóból álló gazdaság rendezett, a tavak szépen illeszkednek a tájba, ami jelzi, hogy Bicske környékének jót tesz a víz jelenléte. Érződik a mikroklímán, hogy a tavakban nem csak haltermelés folyik, nem csak a horgászok szabadidejének kulturált eltöltését biztosítják, hanem a biodiverzitásra gyakorolt kedvező hatása is látszik. A rendszeres telepítés jó fogási lehetőséget kínál. A partokon igényesen kialakított horgászhelyek találhatók, a természeti környezet is állandóan karbantartott, rendezett. Lehetőség van sátorállításra és bográcsozásra is. A közel 60 éves Ditrói József gyermekkora óta kapcsolatban van a hallal. A 10 éves családi vállalkozás 70 hektár halastavon gazdálkodik. A horgásztavak ellátása és állandó a piaci vevőik kedvelik és keresik a bicskei halat. Anyahalakat is tartanak a tavakban, megfelelő körülmények között leívnak időnként. A korosztályosokat vegyesen tartják, mivel kicsi a tófelület. A takarmányozásban a kukorica játssza a főszerepet,
Abból áll a takarmány 70%-a, mellette szerves anyagot és meszet juttatnak a tavakba. Dietrich József büszkén mondja, hogy Balázs fia kicsi kora óta érdeklődik a halasz szakma iránt. Dietrich Balázs édesapja nyomdokaiban haladva elvégezte a Szent István Egyetemet, ő is agrármérnöki diplomát szerzett. De mit is kell tudni a bicskei halról? A bicskei halról azt érdemes tudni, hogy a bicskei tórendszer az 1910-es, 20-as években létesült, a Batthyány grófok létesítették, azóta van itt haltermelés, ugye főként ez a közép-kelet-európai extenzív ponttermelés az, ami itt is jellemző, tehát tavasszal kihelyezzük a halat, valamennyire takarmányozzuk, és azután ősszel lehalásszuk. Hogy épül fel ez a mindennapokban itt nálatok? A mindennapokban szerencsére, mivel extenzív, ezért napi etetés van. Mögöttem ugye a horgásztól látható, azon nincsen napi etetés, azt a horgászok megoldják maguknak, de a nevelő tavakon napi etetés, ugye kiszámolva, kilogramra bevisszük azt az adagot, ami kell. Mekkora mennyiségű most a halállomány a nevelőtóba, illetve milyen fajták vannak ott? Két nevelő tavunk van, ugye a 3-as és a 4-es tó. A 3-as az jóval mögöttem található, az 7 hektár, a 4-es tó az pedig a Máléhegy alatt. Az jelenleg olyan 35-40 hektár között változik. Ugye az alaphelyzetben még a Batthyány grófok idején volt olyan 52 hektár. És megközelítőleg ebben a halastó rendszerben olyan 6 vagon, azaz 60 tonna halnak kellene lennie ideális esetben, de hát ezt majd a lehalászások után fogjuk megtudni. A horgásztavakat elsősorban saját haltermelésből folyamatosan látják el jó minőségű horgászhallal. Található itt tok, 15 kg feletti halak, nagytestű dévérek, compó, sügér és afrikai harcsa is. Kétféle módon lehet nálunk horgászni. Az egyik az ugye napi egy megváltásával, erre hegyeztük ki leginkább ezt a horgáztatást, bejön az ember, nyilván bemutatja jogszabály által leírt horgászengedélyét, megváltja a napi egyet, és a szabályzatunkban kiírt halmennyiséget elviheti, illetve ha sportjeggyel van, akkor nem, akkor vissza kell eresztenie. Vagy hogyha nagyon megtetszik neki, akkor ugye kilogrammos súlyban megveheti a halat. Kereskedőként és termelőként horgászegyesületek, tógazdák és tótulajdonosok, valamint haltermelők számára tudnak árban is kedvező és jó minőségű halat szállítani az ünnepek idején is. Mint minden évben, idén is ki fogunk nyitni, és élő halat fogunk árulni. Karácsony előtt, tehát 24-e előtt egy olyan megközelítőleg 10 napot, tehát ilyen 15-16-a tájékán tervezzük a nyitást. Ugye az örökzöld ponty, harcsa, némi amúr és fehér hal készlettel készülünk a karácsonyra. November 14-én látványos lehalászás lesz a területen, ahol már a karácsonyi asztalra való halat is kiválaszthatják az érdeklődők. Egyre hidegebb az idő, hajnalban helyenként pedig akár mínuszokat is mérhetünk már. A téli hidegre fontos az autónkat is felkészíteni, hiszen a latyakos, jeges utakon vagy a romló látási körülmények miatt jobban kell figyelniük az autósoknak. A megváltozott időjárási körülmények miatt a következő hetekben érdemes az autó téli üzemeltetésére való felkészítést minél előbb elkezdeni. Vannak alapvető fontosságú intézkedések, és akadnak olyanok is, amelyekre sokan nem is gondolnak. Télbe köszöntével a közutak is veszélyesebbé válnak, hiszen a 3 fok körüli hőmérséklet, a latyak, a hó és az ónos eső igencsak megnehezítik az autósok dolgát. A megfelelő felkészüléssel azonban elkerülhetőek a balesetek. Az első ilyen fontos teendő a nyári gumi télire cseréléséről kérdeztük Varga Attilát, egy helyi autószerviz vezetőjét. Elsősorban a téli gumiabroncsok felszerelése, vagy gumiszerelés, vagy a komplett kerékcsere célszerű megtenni. Szakirodalom azt mondja, hogy plusz 7 fok alatt tanácsos téli gumiabroncsot használni. Magyarországon nem kötelező a téli gumiabroncs, de azért az autósok jelentős része, mondjuk 80-90%-a ezt használja és célszerű főtenni. Pontosan az idejét ezt nehéz meghatározni, hogy mikor. Ez inkább a üzemeltetésnek vagy a egyénileg üzemkörülményeknek megfelelően
egyénileg célszerű eldönteni, hogy kinek mikor, előbb vagy később szükséges ezt főszerelni. A téli útviszonyoknak, ugyanis a téli gumiabroncs futófelületének anyaga és profilja felel meg. Ez alatt a borda kialakítást, valamint a lamellák számát értjük, amelyek segítik a tapadást a hideg aszfalton, legyen az épp száraz vagy nedves, latyakos, havas. A téli gumi hideg időben is lágy és sugalmas marad, így őrizve meg tapadó képességét, szemben a 7 fokon már keményedő nyári gumiabroncsokkal. Novemberben már semmiképpen nem ajánljuk a nyári gumik használatát. Nem elég azonban lecserélnünk az abroncsokat, azok állapotát érdemes legalább 2 hetente ellenőriznünk. Gumnyomást egy egyszerű digitális nyomásmérővel vizsgálhatjuk meg, valamint arra is figyelnünk kell, hogy téli gumikon a minimális bordamélység 4 mm legyen. Talán furcsának tűnhet, de az autóknak nem csak nyáron, télen is szüksége van fűtésre, hiszen a motor ilyenkor is felmelegszik. Vannak azonban még egy ok, ami miatt télen különös figyelmet kell fordítanunk a hűtőfolyadékra, ez pedig a hűtőközeg dermedéspontja. Ugyanis ez nem elég alacsony, a hidegben megfagyó folyadék szétrepesztheti a hűtőt, vagy kilökheti a motorból a fagydugót. Előfordulhat az is, hogy a rendszerben jékás alakul ki, amely idővel tönkreteti a motort. A tél beköszönt előtt érdemes reflektométerrel megmérni a hűtőfolyadék fagyáspontját. A határérték mínusz 30 fok, amely felett már cserélendővé válik a hűtőfolyadék. Bár nyáron is érdemes speciális szélvédőmosó folyadékot használni a bogarak, a vízkő és egyéb szennyeződések miatt, télen ez garantáltan nem kerülhetjük el. Ráadásul arra is figyelnünk kell, hogy a folyadék fagytűrő legyen. Ajánlott még a téli fagy beköszönt előtt intézkednünk a megfagyó szélvédő folyadék, ugyanis szétrepeszteti a mosószivattyúját, illetve tartályát is. Ellenőrizzük továbbá az albatörlő lapátok állapotát, és szükség esetén, ha lapátok kopottak vagy töredezettek, cseréljük is le azokat. Valamint arra is érdemes ügyelnünk, hogy a szélvédőre fagyott jeget ne az ablaktörlővel próbáljuk meg majd letakarítani, hanem az ablakfűtéssel olvasszuk le. Biztosan hallottak már olyan esetről, hogy az autó nem indul a hidegben, hogy ez ne forduljon elő, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát. Az akkumulátor elsősorban legyen korróziómentes, érdemes például kontaktsprével befújni, esetleg glicerinnel megkenni a sarukat. Az akkumulátor teljesítményért tovább érdemes szakszervizben megmérettetni, a hideg éjszakban ugyanis a teljesítménye akár felére is csökkenhet. Fontos továbbá, hogy a télen jellemző több elektromos fogyasztót használunk, mint nyáron, ezért lehetőség szerint ne hagyjuk rajta az állóautón a világítást véletlenül. Vitán felül áll, hogy a fékek állapota létfontosságú, úgy télen, ahogyan nyáron is. Legjobb, ha minden szezonváltáskor ellenőriztetjük a fékbetétet, a féktárcsát, illetve a fékdobokat, továbbá az is, hogy megfelelő a fékfolyadék szintje. Ellenőrizzük rendszeresen az olajszintet az autóban. A szervizfüzetben megtalálhatjuk, milyen gyakorisággal kell olajat cserélnünk. Ez nem csak a megtett kilométer, hanem az eltelt idő függvénye is. Éppen ezért érdemes elvégeztetni a cserét, ha éppen kevesebbet utaztunk az autókkal az elmúlt évek során. Nem csak az autók, de a kétkerekű járgányok többsége is meghálálja, a télire szép nyugodt helyre tartjuk pihenni, hogy aztán tavasszal elővéve maradéktalan legyen a használati élvezet. Az első, megszívlelendő tanács, ha már lerakjuk a vasat, akkor legalább arra figyeljünk oda, hogy a benzintank csúrig legyen, ugyanis a félig üres tank oldalát szó szerint eszi a gyilkos benzingőz, amely évek múlva folyton eltömödő benzinszűrővel bosszulhatja meg magát. Kis odafigyeléssel nagyon jót teszünk a motorral. Szintén nem igényel túl nagy erőbedobást a motor szezon végi letakarítása. Ennek szellemében mossuk ki a legkisebb zugokból is a nyári gurulások bogáráldozatait, az igazán igényesek pasztával lekenhetik az alu- és krómalkatrészeket, így tavasszal garantáltan úgy fog csillogni a motor, mint újkorában. A szépen letisztított járgányt érdemes még egyszer utoljára beindítani, és megvárni, míg eléri az üzemi hőmérsékletet, majd fájó szívvel kihúzni a slusszkulcsot. A nagy áldogálás előtt érdemes még egyszer utoljára befújni a láncot, baj nem lehet belőle, és tavasszal már ezzel sem kell vacakolni. Áttérünk a sportra, a nyáron 15 új játékos érkezett labdarúgó csapatunkhoz, folytatjuk az új futballisták bemutatását. ...19 éves vagyok, Hódmezővásárhelyen születtem és nevelkedtem, ott fociztam egészen U14-es koromig. Jó alapokat szereztem, úgy gondolom. Akkor váltottam a Vasas Kubala Akadémiára, ahol 5 évet húztam le.
és ahogy kijártam az utánpótlást, U19 után, most nyáron érkeztem első felnőtt csapatomhoz Bicskére. Melyik évad emlékszel a legszívesebben, melyik volt számodra a legkedvesebb? Személy szerint az összesre szívesen emlékezem vissza. Volt, hogy megnyertük utánpótlásban az MB2-t, ott azért volt egy kis sikerélmény, de az összesre szívesen gondolok vissza. Mikor szeretted meg a focit, hány éves korodban? Most foci mellett jelenleg tanulás, munkahely, család? A focit egészen kiskoromban kezdtem, szüleim irattak be már óvodában. Hát nem tudom, hogy honnan jött, a családban azért inkább a vízilabdások dominálnak, de óvodában kezdtem, a foci mellett egyetemi tanulmányokat végzek, Budapesten már a második évemben járok. Jelenleg milyen célod van, és sportpályafutásod után milyen céljaid lehetnek? Hát természetesen szeretném magam minél hamarabb beverekedni a kezdőcsapatba, és ott kiegyensúlyozott teljesítményt hozni. És a pályafutásom után pedig szeretnék azért sport közelben maradni. Milyen poszton szeretsz játszani, és milyen poszton számít rád a mester? Elsősorban belső védőt játszok. Megfordultam már azért védekező középpályás szerepében is, de úgy gondolom, hogy a mester is belső védőként számol velem. Igen, megismerve csapatunkat és a Tigers csoportot, milyennek tartod a két csoport kapcsolatát? Nagyon szimpatikus ez a kapcsolat nekem. Tényleg a szurkolók idegenben is hazai hangulatot varázsolnak, és azért észrevettem, hogy edzéseket is látogatják. Hogy érzed, 15 új játékos érkezett, mennyire kovácsolódott össze a csapat 11 forduló után? Hát nekem nehéz volt utolsó érkezőként, de úgy gondolom, hogy egy-két hét alatt azért egész jól beilleszkedtem. Nagyon jó a hangulat, és tényleg jó edzésekre járni. Milyen a hangulat öltözőben, vesztes, győztes meccs után? Hát elég jó hangulat. Tényleg örömmel jön az ember, lép be az öltözőbe. Hát vesztes meccsek után azért természetesen kicsit búsabb, de... Figyelj, mennyire érzed jól magad itt nálunk? Nagyon jól érzem magam, tényleg. Hibátlan minden. Jó. Milyennek tartod a szakma és a háttérmunkát itt? Nagyon profinak, a mester is nagyon sokat lehet tőle tanulni, úgy gondolom. Ugye nagyobb hangsúly van itt a taktikán, mint utánpótlásban, de ez így van rendjén. Jó. Hogy érzed a 24-es keret, bő 24-es keretünk van, hogy érzed, mennyire nehéz bekerülni az utazó és a kezdőcsapatba? Saját bőrön tapasztaltam, hogy azért nem egyszerű, de keményen kell dolgozni minden nap. Milyen benyomást tett rád ez a gyönyörű sportaréna, amely fogadott, amikor ide érkeztél? Hát lehengerlő volt, mondhatnám. Nagyon szép a fedett lelátó is, a pálya is minőségben. Nagyon tetszik. Jó, végül milyen eredménnyel lennél elégedett a szezon végén? Milyen eredménnyel? Hát minél jobban, azért első 8-ban, 6-ban szeretnék ott lenni. Én először is Nyíregyházán kezdtem a foci pályafutásomat, ha lehet így mondani. Igen. A Dávid SC csapatánál, ott már óvodában elkezdtem 6-7 évesen, és utána felköltöztünk Pestre, és itt a Szent Pál Akadémia utánpótlásában fociztam. Ott egy 3-4 évet, és utána meg egy 3 évet a Fradiba. Az nem volt nekem annyira szimpatikus, utána viszont az UT-ba mentem el egy évre, és az UT után a felnőtt Szent Pálba visszamentem, és utána érkeztem ide Bicskére, ami nagyon jó helynek bizonyult. Jó. Melyik évad volt számodra a legkellemesebb, legjobb? Hát nekem ez tetszik most a legjobban. még csak az elején vagyunk, de ez a legjobb nekem. Mikor szeretted meg a focit, és most a foci mellett a tanulás, munkahely, család? Hát a focit azt már kiskorom óta szerettem. A család nagyon támogat benne, apukám mindig kim volt a meccseimen. Anyukám is most már elkezdett járni, neki is bejött ez a ez a bicskei foci, és hát ennyi. Kedvenc hobbid, testvéreid vannak? Hobbim az úgy nincs, inkább focizok, ha tudok. Testvérem van kettő, van egy nővérem, van egy bátyám, a nővéremnek is már van két gyereke,
és ők is már családot alapítottak. Családod mennyire támogatja a sportpályafutásodat? Teljes mértékben. Tényleg kim vannak a meccseimen, segítenek. Most Koleszba költöztem, ott is nagyon segítettek pénzügyileg is, és támogatnak. Jelenleg milyen célod van, és sportpályafutásod után milyen céljaid lehetnek? Hát én a TF-re gondoltam menni, talán edző, vagy erőnléti edző, ilyen személyedző gondolataim vannak, de még nem tudjuk. Milyen poszton szeretsz játszani, és a mester milyen poszton számít rád? Hát igazából én régebben védekező középpályás voltam, de most több elsővédőt játszhatja velem a mester, de nagyon jó az a poszt is. Itt tényleg, ahogy megismertem, hogy kell játszani, így nagy részt, mert még sok mindent kell tanulnom, de nagyon tetszik. Megismerve csapatunkat és a Tiger szurkolókat, milyennek tartod a két csoport összhangját, és milyen hangulatot tudnak idézni, mit jelent a számodra ez a hangulat, amit okoznak a Tigersek? Hát én ennyi szurkoló előtt még sose játszottam, és tényleg óriási buzdítás, amikor itt lejönnek nagyon messzire, és például Nagyatádra is lejöttek és szurkolnak. Ez is nagyon nagy segítség számunkra, és tényleg nekem plusz erőt is ad a pályán, amikor hallom a szurkolást. 15 új ember érkezett a nyáron. Hogy érzed, 11 forduló után mennyire kovácsolódott össze a csapat? Szerintem egyre jobbak vagyunk meccsről meccsre, és az újak is velem együtt így kezdenek beépülni a csapatba. Milyen a csapat hangulata benne az öltözőben, győztes meccs után, vesztes meccs után? Győztes meccs után persze, hogy mindenki örül. Vesztes meccs után egy kicsit lógatjuk az orrunkat, de utána már mindig a következő meccsre koncentrálunk, és próbáljuk összeszedni magunkat. Én nagyon szeretek belépni ebbe az öltözőbe, tényleg várom mindig az edzéseket, hogyha már nincs edzés, akkor hiányzik, és nekem tényleg ez így minden. Mennyire érzed jól magad itt egyesületünknél? Hát nagyon jól érzem, edzéseket is szeretem, jó edzések vannak, az öltözőben is nagyon jó a hangulat, a buszon is, ahogy utazunk, szeretem ezt a csapatot. Milyennek tartod az itteni szakmai és háttérmunkát? Profi. Röviden. Ebből a B24-es keretből hogy érzed, mennyire nehéz bekerülni az utazó, illetve a kezdőcsapatba? Hát nehéz, mert nagyon sok játékos tud sok poszton játszani, és a mester szokta cserélgetni a csapatot, és szerintem ez nagyon jó, megadja a lehetőséget, és hát ennyi. Milyen benyomást tett rád a sportaréna látvány, amikor ide érkeztél? Hát, mint egy fél stadionba megérkeznék. Nagyon jó a kivonulás is, és ahogy visszanézek a pályáról a látóra, az is önbizalommal tölt el, mert tényleg ilyen magas szinten érzem magamat. Áron, végezetül milyen végeredménnyel lennél elégedett a 2021-es szezonban? Hát a top 5-ben benne szeretnék lenni. Lehet, hogy kemény, de szerintem legyen célja ez embernek. Most ugyan csak zárt kapuk mögött rendezhetnek sportrendezvényeket, de eddig és a jövőben is fontos szerepet játszik városunk labdarúgó életében a 2003-ban alakult Bicske Tigers. A szurkolói csoport gyakorlatilag foci csapatunk 12. játékosának számít. A közösség minden tagja aktívan kötődik a klubhoz, és mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseken lelkesen drukkolnak focistáinknak. A Bicskei labdarúgó csapatot hétről hétre hazai és idegenbeli mérkőzéseiken egyaránt számíthat 12. játékosára, a szurkolótáborukra. A Bicske Tigers 2003-ban alapított baráti társaság, melynek mindennapjairól Nagy Attillát, Kis Csabát és Adravec Attillát kérdeztük. Mindannyian gyermekkoruk óta szorosan kötődnek a klubhoz. Nagy Attila már fiatalon bizonyított, hiszen az utánpótlásban játszott, 17 évesen a felnőtt csapat keretének tagja volt, a Megye 1-ben a kispadon ült, 94-ben bajnok csapat tagja volt, és feljutott az NB3-ba. Egy sérülés vetett véget a pályafutásának. Kis Csaba a helyi előkészítőben játszott Nagy György keze alatt, Serdülőben, Ifiben, ő is sérülés miatt hagyta abba az aktív játékot. Adravec Attila az előkészítőben, majd a Serdülőben brillírozott, azonban ő magasabb szinten nem folytatta, idősebb korában a mérkőzések varázsa nem mozdított el a zöldjek mellől.
csoport kemény magja 2003 óta az elsősorban áll a lelátón, űzik, buzdítják a fiatalokat a pályán. Korábban Bicskei Fanatics néven szerveződtek, és barátuk Tóth Attila, Kocka hozta még az első zászlóikat, azonban 2003 óta már Tigers néven ismeri őket az ország. De hogy merre jártak a kék-sárga szimpatizások, és mik a legemlékezetesebb szurkoló pillanatai, meséljék elő. Fejér megyét azt már szinte minden pályán jártunk, és azért is nagyon örültünk egy MB3-as egy szintlépésnek, mert sokan nem szerettek minket a megyében, itt a Fejér megyében, mert szervezetten mentünk és szurkoltunk, minden meccsen ott voltunk. Sokan voltunk, és hát ugye az ellenfeleknél nem volt ilyen szurkolótábor, és ezért nem kedveltek, nem szerettek minket. Próbáltunk mindig sportszerűek lenni, nem foglalkozni a másik csapattal, a másik, tehát az ellenfél szurkolótáborával, de mindig kötözködtek velünk, mindig kiabáltak, amikor esetleg kaptunk egy gólt, akkor jöttek már a rosszízű beszólások, igen, az rikák, és hát ugye ezt nyilván egy szurkoló is nehezen viseli. Aztán sikerült megnyernünk a bajnokságot, hát hogy a jó élményekről kérdeztél, nekem az egyik legszebb élményem az, amikor megnyertük itthon a bajnokságot a legnagyobb rivális Mór ellen, egy nagyon izgalmas 4-3-as kimenetelű mérkőzésen behúztuk a bajnoki pontot. A következő legszebb élményem az pedig az osztályozó, mert ugye itt a megyei csapatoknak egy osztályozón kell, tehát két megyei bajnoknak össze kell csapni, és csak az egyik juthat fel MB3-ba, és hát pont a legnagyobb riválisunkat, a szomszéd Tatabányát kaptuk. Ugye hát a Tatabánya azért egy nagyon nagy név a labdarúgásban, bár most ők is ugyanitt vannak velünk az MB3-as csoportban, de akkor mi jutottunk fel, akkor egy oda-vissza játszós, tehát egy két mérkőzésen dőlt el, itthon egy nagyon-nagyon kemény meccsen 0-0-val zártunk, és idegenben pedig tudtunk egy volt rúgni, úgyhogy így 1-0-val mi jutottunk tovább. A legszebb élmény az, akkor itt 1500 néző volt körülbelül a Bicske Tatabányán, fönt a Bányás stadionban ott azt hiszem 2300-at írtak, ott az volt az arány, hogy 2000 tatabányai és 300 bicskei, de mi voltunk a hangosabbak. Ahogy mi ezt kitaláltuk, hogy szervezett szurkolás, akkor én, nekem mindig is, ugye én magyar meccse járó ember voltam, NB1-be is több mérkőzésen megfordultam, és mindig csodálattal néztem a szurkolótáborokat. Főleg magyar meccsen, és egy régi álmom volt az, hogy Bicskének legyen egy olyan, amiben a Bicske város felirat szerepel. Most ezt megtehettük volna egy kisebb zászlóval, viszont elkezdtük keresni azt a lehetőséget, hogy honnan tudnánk mi saját magunknak, úgymond minimális költségen ezt a brandet fölépíteni, és zászlókkal, ami a mi saját városi zászló, magyar zászlók. Ha megfigyelitek, vagy van róla tudomásatok, akkor minden egyes mérkőzés a zászlók kikötésével kezdődik. Erre nagyon büszkék vagyunk, és hogy honnan ered. Hát ez kapcsolatokon keresztül próbál mindenki fönntartani ezt a dolgot, hogy én ismerem ezt, őtől lehetne, próbáljuk meg így. Kértük a város segítségét is, hogy egy városi zászlót tudjunk kapni, és egy, amire nagyon büszkék és óva féltjük a minden meccsen, ezzel a nagy bicskés 6 négyzetméteres zászlóval kezdünk, amiben benne van ez a megálmodott Bicske felirat. Itt említeném meg Somogyi Zsolt, bicskei kötődésű emberkét, aki segít nekünk ebbe a zászlóknak a megfestésébe, mert azért ez nem egy olyan dolog, hogy fogom és lefújom, mert sokszor eső, viszontagságos időjárásokkal, eső, hós, sár, bármi, tehát megfolyva se szeretnénk, és ezért minőségi gyártásba kellett gondolkodnunk. Ha így erre akartam utalni, hogyha megnézitek a zászlóinkat, mindig úgy van, hogy egy piros-fehér-zöld, egy kék-sárga, ebben benne van a városzászló, és van olyan, ami a kezdetektől velünk van. Egy-két, itt említetted a pirotechnikát. Az tilos. Tilos a pirotechnika, de nem mondanám, mint szurkolótábor, hogy nem szoktuk alkalmazni, minden esetben a klubbal egyeztetve. Klubbal egyeztetve, gondolok itt éremátadó, díjátadó, bajnokság ünneplése,
tehát ilyen előreegyeztetett koreográfiával próbáljuk show elemekkel tarkítani a magát a futballmérkőzést és a ceremóniát. Amit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez hosszú-hosszú éveknek a gyűjtése. Tehát ez nem egyik pillanatra a másikra, itt azért most már szervezetten 17 évről tudunk beszélni, amiért hálás is vagyok a szurkoló társaimnak és minden tigrisnek, aki kijön és velünk együtt félretesz mindent és buzdítja a csapatot mind itthon és mind idegenbe. És ez hétről hétre minden egyes mérkőzésen így zajlik. Egy brandet építettünk fel. És ez a brand nekünk nem csak arról szól, hogy most akkor szurkoljunk meg, akkor a heti gőzt engedjük le, hanem nekünk példát is kell mutatni. Akár a fiataloknak, vagy teljesen egy bárkinek, aki bicskei. Tehát többször volt szemétszedés, amiben oszlopos tagok voltunk. Nem volt ott mindenki. Sőt, van, hogy én sem tudok menni, nekem vannak a legkisebb gyerekeim itt a társaságban, de ezt a brandet, ezt nekünk vinni kell. Tehát ez szerintem ez több, mint szurkolás. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a vezetőséggel is, és a játékosokkal is egyaránt. Ugye beszéltünk erről a Facebook csoportról, tehát amikor a játékosok ide leigazolnak, akkor mindenkit beveszünk ebbe a Facebook csoportba, ott zajlik az információcsere, barátkozunk, és egyébként minden mérkőzésen, mivel ott vagyunk, a mérkőzés után is kijönnek hozzánk, beszélgetünk. Hazai mérkőzéseken a csapatot mindig vendégül látja a vezetőség, tehát pizza, és akkor arra mi is be vagyunk invitálva. Tehát együtt kajálunk, beszélgetünk a meccs után a játékosokkal. Nagyon jó kapcsolat van a játékosok, a vezetőség és a szurkolótábor között, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Amint lefújják a vasárnap például az itthoni mérkőzést, mi hárman már hétfőn arról beszélgetünk, hogy hogyan lesz a hétvége. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert rengeteg telefon üzenetváltás előzi ezt meg. Azzal kapcsolatban, hogy hány autót kell indítanunk, ki az, aki el tud jönni, és azért itt most már évek óta több száz, több ezer, több tízezer kilométer van a lábakba, illetve az autókba, amiket indítunk. Természetesen mi ezt megbeszéljük egymás között, megnézzük a létszámot már hét elején, és olyan szerdára körülbelül már teljes képet kell mi lássunk ahhoz, hogy meg tudjuk szervezni az utazásokat. Természetesen minél nagyobb létszámot próbálunk meg elérni. Azért itt rengetegen most már családosak, tehát kérdés az, hogy ki és mikor, melyik meccsre tud. Ha nekünk így vezetőknek az a megállapodásunk, hogy mi hármunkból kettő ember mindig legyen ott, és segítsék, ugye Attilái ketten dobolnak, én vagyok, aki a zaj és hangkeltő eszközökkel segíti az ő működésüket, és ez ad egységes képet egy bizonyos szurkolói formációt. Minden hétvégén ütemről ütemre ugyanazt a buzdítást kapják meg, azért itt mi is, ahogy csiszoltunk egybe, próbáltunk Attila a szövegben, tehát rengeteg átbeszélt dolog után jutottunk el egy olyan fölépített dologhoz, amit minden hétvégén minőségileg hozzá tudunk tenni a játékhoz, és a játékosok visszajelzéséből, illetve szurkolók részéről egyre jobbak vagyunk ebben a kérdésben. Mi más nem tudunk tenni, csak ebben tudunk segíteni a csapatot, és reméljük, hogy és hát a visszajelzések azt mutatják, hogy ez nekik óriási segítség a pályán, mint egy 12. játékos szerepel a Bicske Tigers mérkőzéseken. Példát mutatunk, és azért próbálunk meg beszippantani ifiből kikopott srácokat. Vannak, szokott jönni ugye a Valentin ő is, tehát valahogy megpróbáljuk ezt fenntartani, és tényleg, tehát gyarapszunk. Facebook nagyon sokat segít nekünk, tehát ez a csoportban is hozzánk csatlakoznak. Szerintem növekszünk.
aktív szerepet játszanak a város közösségi életében. A pandémiás időszak alatt jótékonysági akciót szerveztek, és május 3-án több mint egy órás élő közvetítésben számolt be a klub Facebook oldala a láthatatlan mérkőzésről, mely méltó módon zárta le a gyűjtést. Műsort Komjáti Péter klubigazgató nyitotta meg, bemutatva a sporttelepet, majd a klubházban az ötlet eredetéről is mesélt. A német negyedosztályú Eiser FC Lokomotív Leipzig akcióját adaptálta a Bicske, akik a németekkel ellentétben nem a klub fenntartása miatt értékesítették a jegyeket, hanem teljes egészében a rászoruló bicskei idősek és családok segítségére fordították a befolyt pénzt. A virtuális ellenfél a meccsen a Pápa volt, amelyen jó viszonyt ápol a csapat és a tábor is. A rendezvényen Bálint Istvánné polgármester a bicskei polgárok kreatív hozzáállását, az önkormányzat és a sportegyesület jó kapcsolatát dicsérte. Az esemény nagyon jól sikerült, hiszen Tesszeri Zoltán elnök egy rögtönzött kis táblán mutatta be a gyűjtés eredményét. 1690 eladott jegy talált gazdára, és 1.352.000 forint folyt be. Az abszolút nézőcsúcs, még a 90-es években sem volt a BTC-nek ennyi fizetője egy bajnokin. A szurkolók januárban 405.000 forint készpénzet adtak át a Kossuth utcai tűzkár károsultjainak, valamint ők a főszervezői a városi disznóvágásnak is. Köszönjük az együttműködést! Hajrá fiúk, csak a Bicske! Harci kedvünk el nem fogy! Harci kedvünk el nem fogy! Együtt sikerülni fog! Együtt sikerülni fog! Éjj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 j
Köszönjük figyelmüket, önök a Bicskei Televízió hírmagazinját, a Bicskei Galériát látták. Találkozunk jövő héten, akkor is a szokásos időpontban. A keddesti heti hír összefoglaló után várjuk önöket. További szép estét, kellemes televíziózást. A viszontlátásra!